Kedves Pista bácsi, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Nyírpazony község önkormányzata és az összes településnek a lakói nevében 90. születésnapja alkalmából. Köszönteni jöttünk Pista bácsihoz, és úgy gondoljuk, hogy tényleg egy nagyon nagy dolog, hogy ha valaki egy ilyen kivételesen hosszú életet, egy ilyen szép kort élhet meg, és az életnek egy nagyon-nagyon szép ajándéka az, hogyha ezt ilyen jó erőben, egészségben és szellemi állapotban élheti meg, mint ahogy ezt Pista bácsi is teszi, és amilyen állapotban most egészségi állapotban Pista bácsit találtuk. Kedves Pista bácsi, engedje meg, hogy ennek a hosszú életpályának, ennek a hosszú életútnak most röviden, tömören, néhány percben összefoglalva felidézzük a legfontosabb állomását. Pista bácsi 1923. október 8-án született Nyírpazonyban. Nagy családból származik, 8-an voltak testvérek. Feleségével ma is itt él Nyírpazonyban, 2 darab fiúgyermek született házasságukból, 3 unokája van, 2 fiú, 1 lány Budapesten élnek, és sajnos a nagy távolság miatt ritkán látja Pista bácsi az unokáit. Iskolai végzettsége a háború előtt 6 elemi, 4 polgári és egy gimnázium volt. Az akkori időkben, amikor Pista bácsi végezte az iskoláit, gazdasági válság volt, és a diplomások is állás nélkül voltak, vagy nehezen tudtak állást találni, és nem volt érdemes tovább tanulni. Kedves Pista bácsi géplakatosnak tanult, és a géplakatosként élte 1944-ben a katonaság, be kellett vonulni 44. augusztusában katonának, és akkor a háborús harcok, ahogy katona lett, elérték Magyarországot is. Először Sopronba helyezték, onnan Kassára került, majd Budapesten keresztül Jákra helyezték át. A fiatalokat és az idősebb magyar katonákat is hadifogságba vitték. 1945 és 1947 között szovjet hadifogságban volt. Miután hazatért, úgynevezett bélcsépléssel foglalkozott. Következő állomás Debrecen volt, ahol elvégezte a gépipari technikumot. Az utolsó munkahelye pedig a Nyírpazonyi Termelő Szövetkezet volt, ahol 22 évig dolgozott gépcsoportvezetőként. Jelenleg Pista bácsi egy jól megérdemelt nyugdíjas éveit tölti, a ház körül végzett munkával, kedvenc időtöltése az olvasás és a tévénézés, és nagyon jó kapcsolatot ápol a körülötte lévőkkel, és a segítőkészsége, az emberekkel való kapcsolata változatlanul megmaradt. Istenbe vetett hite, bizalma átsegítette a legnehezebb élethelyzeteken és a legnehezebb periódusokon is. Rendszeresen járt templomba, de a nagyobb távolság miatt jelenleg már csak a nagyobb ünnepeken tud részt venni a Szentmisén, akkor, hogyha a családtagok kocsival segítenek elvinni. Pista bácsi jó egészségnek örvend, 1985-től éli a nyugdíjasok csendes életét. És egy örök mondása, amit Pista bácsitól hallottunk, és valószínűleg nagyon-nagyon sok igazság van benne. Pista bácsinak mindig úgy jó, ahogy van, mert esetleg rosszabb is lehetett volna. Kedves Pista bácsi, ma önt köszöntjük. Pista bácsi személyében egy tartalmas, hosszú életet láthatunk, amely például szolgálhat mindannyiunk számára. És azt jelzi számunkra, hogy igen, így kell élni. Istenbe vetett hittel, alázatosan, elfogadva, amit ő akar, szeretettel lenni családtagjaink és minden ember iránt. Segítőkész lenni mindenki iránt. Így él Pista bácsi, és ezzel az élet példájával áll ma előttünk. A jó Isten vigyázza továbbra is lépteit, napjait. Örülünk, hogy jó egészségben találjuk, szívből gratulálunk ezen a jeles napon, és kívánjuk, hogy még ha nagyon-nagyon hosszú ideig élvezhesse rokonai, szerettei, családtagjai, barátai üdvözletét és meleg kézfogását. Örömmel és tisztelettel köszöntöm Pista bácsit a 90. születésnapja alkalmából, és engedje meg, hogy átadjuk településünknek az ajándékát. Kedves Pista bácsi, fogadja ezt az ajándékot nagy-nagy szeretettel és tisztelettel. Köszönöm szépen! Elnehetse! Volt már részünk egyszer egy nyugdíjas találkozó után, amikor sikerült egy kis ajándékot elejteni. Kedves Pista bácsi, még egyszer gratulálok szívből, és jó egészséget kívánok. Fogadja szeretettel ezt a kis virágot. Köszönöm szépen! Na, és egy rózsákat. Gratulálom szívből. És most pedig engedje meg, hogy átadjuk
Magyarország miniszterelnökének, Orbán Viktor úrnak a személyre szóló üzeneteit. Emléklap Jakab István részére 90. születésnapja alkalmából. Ez az emléklap hivatott kifejezni szépkorú polgáraink iránti tiszteletünket és hálánkat. Ebből az ünnepből, ünnepi alkalomból kívánok Önnek jó egészséget és további boldog életet. Tisztelettel Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke. Köszönöm szépen. Tessék parancsolni. És gratulálunk hozzá. Köszönöm szépen. Hát akkor tessenek helyfoglalni, és akkor... Kit mivel kínáltok meg egy kupucapáinkat? Kikáig éljen, hajnal madár ez dalolta, kinn a szép tavaszi réten. Virágot szedtem csokorba, piros szegfű, fehér rózsa, zöld páfrányba bekötöttem. Hoztam ám még egy virágot? Ez belül van, nem is látod, ez a virág az én szívem. Köszönöm szépen, majd hagyok egy puszit. Nagyon ügyes vagy. Fűzzünk lombot szép füzérbe, rakjunk rózsát közepébe. Kész van már a szép füzér, rózsadíszlik közepén. Jó pajtások sorba álljunk, tarka füzértáncot járjunk. Ki velünk táncot jár, röppen, mint a kismadár. Rózsadíszes lombfüzérre süssön a nap tiszta fénye. Aranysága napvilág, homlokunkon boldogság. A Csalogán Nyugdíjas Klub tagja Jakab István a klub alakulásától kezdve a napjainkig. És nem hogy csak tagja, hanem aktív tagja volt sok-sok éven át, 10-20, nem is tudom pontosan, hogy mennyi már, mert nagyon sok. És nagyon sokat segített nekünk, még aktívan minden hónapban fel tudott jönni hozzánk, nagyon sokat beszélgettünk együtt, és a klub életében aktívan bekapcsolódva élt végig. És kérjük, hogy még nagyon sokáig maradjon velünk, ha csak ritkán tud eljönni hozzánk a klubba, mi majd járunk erre és bevenézünk, és nagyon-nagyon örülünk, hogy ilyen jó egészségben köszönhetjük, és nagyon-nagyon sokáig legyen még ilyen jó egészségben, és nagyon sok boldogságot kívánunk. Most csak így hárman tudtunk eljönni, de a klub minden tagjának a nevében kívánunk jó egészséget, családjába boldogságot, és még sokáig találkozhassunk, akár az utcán sétálva, akár egy-egy rendezvényen, ha fel tudja hozni valakit családtag, vagy majd még erre sétálunk, és kívánunk nagyon-nagyon jó egészséget. Köszönöm szépen, hogy jó kívánságot! Kis szintén a klub nevében adom ezt a kis csokrot, és mint szomszéd. Nagyon sokat beszélgettünk, mindig lestem, hogy Pista bácsi, ha kint van, mondom, menjünk már egy kicsit beszélgetni. Akkor a férjem is ért, mindig mondtam neki, már akkor beteg volt. Mondom, eredj már ki egy kicsit, mondom, Pista bácsi már kint van, eredj már beszélgessetek, de már neki nem sok kedve. Isten értesse sokáig, és tovább erőbe egészségnek. Köszönöm szépen, Marika. Nagyon sok boldogságot, és hosszú életet, Pista bácsi, és egészséget. Köszönöm mindenki. És találkozunk itt. Köszönöm szépen. Nagyon. Éljen soká. Éljen soká, éljen soká, számos éjben át, egészségben, békességben, éljen soká, számos éjben át. És a másik változott pedig, ne csak Pista. Számos éjben áll. Isten éltesse sokan.